A programot támogató kertészet Strapa bíró, amolyan iskolaudvarra szánt cserjékkel érkezett az intézménybe, hogy azokat azután szakavatott kezek ültessék el. A munkát azonban most nem kertészek, hanem nemrég szabadult elítéltek végezték el. Volt olyan programunk, ahol aktív fogvatartottak, csak fogvatartottak vettek részt, illetve volt olyan programunk, amikor fogvatartottak és szabadultak, és a jelenlegi programunkban pedig csak szabadultak vettek most részt. A kiemelt országos projekt azokon igyekszik segíteni, akik valóban partnerek a visszailleszkedésbe. Gyula júliusban töltötte le büntetését. Megbántam, amit elkövettem, és szeretném a jó átételi programban többször is részt venni, meg hogy az állam és a társadalom részes tagjává tudjak válni. Az önként vállalt kertészeti munka az iskolának is jól jött. Nagyon meglepett, megmondom őszintén, nem volt még ilyen irányú, ilyen jellegű program az iskolánkban, de nagyon jó szívvel fogadtuk ezt a megkeresést, és adtunk helyt ennek a jóvátételi programnak. A tapasztalat azt mutatja, hogy a volt fogvatartottakat sok esetben fenntartásokkal fogadják a munkaadók. A büntetés végrehajtási intézetben ezért már a szabadulás előtt megkezdik a felkészítést. Vannak, akinek nehezebb az elhelyezkedése, de mind a büntetés végrehajtási intézetbe több programot, több foglalkozást, több oktatást szervezünk a részükre, szakmaképzést szervezünk, illetőleg szabadulásuk után is többféle programon vehetnek részt, többféle tanácsadáson vehetnek részt és kapnak segítséget. A program folytatásában hasonló akciókat szerveznek. Jövőre legalább két alkalommal kerül sor majd hasonló segítő tevékenységre valamely szolnoki közintézményben. Eddig, hangsúlyozták a szervezők, nem volt még olyan intézmény, mely elutasította volna a lehetőséget.